A világon mindenhol férfiak és asszonyok minden korosztályból bizonyságot tesznek az Isten csodálatos megnyilvánuló jelenlétéről, erejéről, szeretetéről, szavakban megnyilvánulva. Miért hirdetjük az Evangéliumot, és utazunk mindenhova a világon, hirdetve az Evangéliumot? Mert Jézus hamar visszatér. És ő itt hagyott nekünk egy üzenetet, hogy elmondjuk azoknak, akik még nem hallották. Egy üzenetet, amit az egész világnak hallania kell. Ez a hitről szóló üzenet és az ő üzenete, ami milliók életébe hozott változást, és ezek az üzenetek vonzanak embereket Pásztor Kriszel való találkozókra, tudva azt, hogy az életük soha többé nem marad ugyanaz. Ma egy ilyen alkalomról hoztunk részletet Pásztor Krisztel, nézzétek ezt! Efézus 3. És én a 20-as verstől fogom nektek olvasni. Efézus 3, 20. Azt mondja, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökön, örökké, és mindenki mondja Amen. Azt mondja, annak pedig, ez Isten erejéről beszél, és a képességéről, ami csodákat tud tenni, ami elképzeléseink felett, amit kérni tudnánk a felett, azt mondja, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük. Vagy elgondoljuk, nincs olyan, amit Isten ne tudna megtenni, érted, amit kérsz. Azt mondja a Biblia, hogy képessége van, megcselekedhetik feljebb, hogy nem, mint kérjük. Az NIV azt mondja annak, aki mérhetetlenül többet tud tenni. Tehát ő sokkal többet tud tenni annál, mint amire kérjük őt, mint amit elgondolnánk. De itt van valami, amit fel kell ismernünk. Fogom olvasni, és szeretném a felismerét. Annak pedig, aki véketetlen bőséggel mindeneket megcselekedetik, fejebb, hogy nem mind kérhetjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Még hogyha Isten minden hatalommal rendelkezik, minden képességgel többet tud tenni, mint amit kérhetnénk, vagy elgondolnánk, a bennünk munkálkodó erő szerint teszi. Amit Isten fog tenni érted, a benned munkálkodó erő szerint fogja megtenni. Mennyire fontos ez? Csak azért, mert Isten minden erővel rendelkezik, nem azt jelenti, hogy melletted áll, belép a körülményeidbe és létrehoz dolgokat az ő belátása szerint. Valaki azt mondja, Isten szuverén? Igen, szuverén. Nagyon szuverén, de az új szuverenitásába így döntött, hogy itt cselekszik. Azt mondja, a bennünk munkálkodó erő szerint. Istennek az ereje valakiben jobban működik, mint másban. Miért? Oké. Okay. Nézzük meg megint. Annak pedig, aki véketetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, fejebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondolnánk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. A bennünk munkálkodó erő szerint. Ő meg tudja tenni a bennünk munkálkodó erő szerint. Képes megtenni a bennünk munkálkodó erő szerint. Ez elmagyarázza azt, hogy miért van az, hogy bizonyos keresztjének, még a Isten emberei is átmennek olyan dolgokon, amik tönkre teszik őket. Annak ellenére, hogy imádkoznak. Imádkoztak, 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 de jött a baj. Vagy bajban voltak már, és imádkoztak, hogy kijöjjenek, de mégis elpusztultak. Elpusztult a vállalkozásuk. Az ő anyagiaik. Az ő testük. Tehát imádkoznak néhányan, imádkoznak, imádkoznak, amikor betegség támadja a testüket, de nem múlik el, és meghalnak. Te azt mondhatod, miért történnek ezek a dolgok? Ezt mutatom meg neked. Isten megcselekedhet mindent, többet, mint amit mi elképzelünk, többet, mint amit kérhetünk, de az ő bennünk munkálkodó ereje szerint teszi. Nem az ő mennybéli ereje szerint, hanem az szerint, az erő szerint, és ez Isten ereje, ami bennünk munkálkodik. Tehát, Istennek mennyi ereje munkálkodik benned? Nem azt mondja, hogy az szerint az erő szerint, ami bennünk van, hanem ami bennünk munkálkodik. Munkálkodnia kell bennünk. Menjünk az abcselhez. Abcsel egy, Jézus mennybe menetele előtt beszélt a tanítványaihoz, Maradjatok Jeruzsálembe, amíg eljön a Szent Szellem, és vesztek erőt. Amikor ő eljön, amikor eljön rád, akkor veszel erőt. Hogy vegyél erőt, ez az első dolog. De mennyi erő munkálkodik benned? Nem elég erőt venni. A bennünk munkálkodó erő szerint. A bennünk munkálkodó erő szerint. Látod, vannak fali foglalatok az elektromos erőnek Ebben a teremben mindenhol valamelyik nem működik, mert nem áll kapcsolatban a többivel. Szükséges, hogy összekapcsolódjunk. Nem elég, hogy erőd legyen. Lehet, hogy van egy erőműved, ami ki van kapcsolva. Benne van a potenciál, a képesség, de ki van kapcsolva. Mindaddig még be nem kapcsolod. Benned van a potenciál, valójában benned van, mert megkaptad a Szent Szellemet. A potenciál utal az erőre, de a lényeg az, hogy mennyi erő munkálkodik benned. Mennyit állítasz belőle munkába, mert Isten azt szerint fogja megtenni a benned munkálkodó erő szerint. És ez elmagyarázza azt neked, hogy miért van az hogy sokak imája hatástalan. És ezért van az, hogy azt mondják az emberek, hogy lejárt a csodák ideje, és nincs igazuk. Ezzel azt mondják, hogy Isten meghalt. Isten megváltozott. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindöröki ugyanaz. Az ő nevében még mindig van erő. A Szent Szellem még mindig működik, ami életünkbe, úgy, mint a bibliai időkbe történt. Máskülönben a mi megváltásunk alacsonyabb rendű, de ugyanazt a megváltást kaptuk, mint a bibliai időkben kaptak, mint ami az apostoloknak megvolt, és a régi hívőknek, és amiről Jézus beszél, Mindenünk megvan, ami nekik megvolt. Halleluja. 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 Igen. A bennünk munkálkodó erő szerint. És tegnap is erről beszéltem. Ezt akartam megvitatni. Az első dolog amiről beszéltem Először is elmélkedés. Szeretném megmutatni, hogy hogy tudod az erőt munkába állítani növekvő módon. Tehát folyamatosan az életedbe Isten ereje munkálkodni fog benned. És úgy fogod majd találni, hogy egyre többet és többet vagy képes véghezvéni az életedben. Elmélkedés, ez az első dolog. Szeretném, ha megnéznénk Józsei 1, 8-at. Józsui 1, 8. Maradj itt! Chris right Pásztor Krisz vissza fog jönni. Ami úrral való járásunkhoz szükséges megértenünk azt, amit ők jelentett rólunk, és a jelenlétének szabadságáról. Mit mondott az úr magáról? Mit mondott az úr róla? Mit mondott az úr az egyházról? Mit mondott rólunk? Ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Hogy fog ez megtörténni? Az igény keresztül. Isten Igéje azért van, hogy megcselekedjük, nem csak azért, hogy hald és azt mondd, én eliszem, meg is kell tenned. Ez a közösségről szól, a közösségért tenned kell, ahogy imádjuk őt együtt, ahogy imádkozunk együtt, közösségbe vagyunk vele. Ez azt jelenti, hogy van belsőséges kapcsolat, van védelem, van erőátadás, gondolkozz el ezen, van növekedés. Ez azt jelenti, hogy úton vagyunk ahhoz, hogy betöltsük a mi rendeltetésünket Jézus Krisztusban, Halleluja! Ebben a különleges tanításban a közösségről nagyon gyakorlati dolgokról tanulhatsz. Mit jelent az úrral való közösség és egymással? rendeléshez hív minket, vagy ír nekünk store.org. vagy letöltheted ezt a tanítást a Pastor Chris digitális könyvtárából, ami elérhető a Google Play Store-ba, vagy az Apple Applikáció store -ba. Isten áldjon meg! Minden nap emlékeket őrzünk, feljegyzéseket arról, amit átélünk, a jó és a nem túl jó dolgokról. De te élhetsz a legjobb módon, minden felett szárnyalva, ha te szeretnéd a legcsodálatosabb életed, ő azt mondta, van út ehhez, utasítsd vissza, hogy bárki lealacsonyítson téged, te Isten legjobbja vagy. Ez a tanítás elérhető DVD formátumban, hogy megrendeld, a következő telefonszámot hív, vagy töltsd le a Pastor Chris digitális könyvtárából. Sies, ne vár tovább! Józsui 1, 8-as vers. Azt mondja, el ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól. Látod, nem azt mondja, hogy a te szívedből. Ez azt jelenti, persze, hogyha kimondjuk, a szívünkben is létezik, de meg kell találnunk a pontot a szellemethez. Elne távozzék a -e törvénynek könyve, a te szálltol, ez azt jelenti, hogy folyamatosan beszélj róla. Ne hagyd abba, hogy kimondod Isten igéjét. Elne távozzék a törvénynek könyve, a te szálltol. Isten igéje te szádban kell, hogy legyen. El távozik a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés. Látod? Ez a te felelősséged. Te bűvölködővé sikeressé teheted a te utadat. Látod ezt? Szeretem, amikor Isten nekem adja a felelősséget, mert ez segít nekem abban, hogy én döntsem el azt, hogy mennyire sikeres akarok lenni. A titkokat felfedi az élettel kapcsolatba. Nem tudjuk, mi történik, de tudjuk, mi történik. Elmondja az ő igéje, néhány ember erőfeszítést tesz, és azt mondja, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Majd meglátod, mi lesz belőle. Isten nem így beszél. Ami jön a világ részéről, valami rossz. Nézd meg a vállalatokat, nézd meg a bankokat. Mi történik? Nézd meg a világgazdaságot. Mert olyan emberek vezetik, akik azt mondják, majd meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk, mi történik akkor kell meglátod, mi fog történni, mielőtt elkezded. Ábrahám látta, hogy mi fog történni, mielőtt elkezdte. Józsué látta, ugyanígy volt Mózes, Dávid, Salamon, a profétát, az apostolok, Jézus. Így látták, először látnod kell, Isten azt mondta Ábrahámnak, amerre a szemed ellát, ezt neked adom. Nézd! Mielőtt kiment volna, hogy legyőzze a kánáni népeket, azt mondta Isten Mózesnek, nézd, neked adtam, neked adtam ezt a földet, először látnod kell, először meg kell ragadnod. Ó, van egy ilyen ödletünk, szerintünk ez fantasztikus, meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Meglátod, mi fog belőle kisülni? Ne csodálkozz, hogy pár év múlva még mindig nézed azt, hogy mi fog történni, ahelyett, hogy szellemben néznéd a dolgokat. Ne nézd véletlenszerűen a dolgokat, hogy majd felbukkannak dolgok. Először látunk, aztán cselekszünk. Könnyű nekem megérteni ezt, mert mint egy építész megértettem azt, hogyha tervezel egy házat, már meg tudod mondani, hogy ez az épület meg fog állni, vagy nem, mielőtt elkezded. Nem kezdesz el egy házat, és majd azt mondod, meglátjuk, hogy megáll-e. Nem tesszük ezt. Nem értem a bankárokat és sokakat, akik vállalkozásokat csinálnak, és azt mondják, meglátjuk majd mi lesz ebből. Néhányan itt vagytok, és kormányképviselők vagytok, és bankokat vezettek, és azt mondjátok, majd meglátjuk mi lesz. Halleluja! Azt mondja, el ne a törvénynek könyvét te szától, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél. Hogyha te elmélked, szeretném, a felismernéd, elmélkedsz, ez a te munkád, elmélkedj arról éjjel és nappal, hogy vigyáz, és mindent úgy cselekedjél. Nem azt mondja, hogy majd te akkor cselekedni fogsz. Hogyha te elmélkedsz, akkor ez arra késztet, hogy cselekedj. Ó, oh, halleluja! akik küszködnek, hogy Isten igét cselekedjék, nem értik meg az igét, ezért küszködnek. Hogyha elmélkedsz, akkor ez cselekvése fog téged késztetni. A titok az elmélkedésben van. Amikor elmélkedsz Istennek az igéjén, akkor ez cselekvése késztet majd téged. Nem kell próbálkoznod, megpróbáltam, és nem működött. Hibát követtél el. Az igének ereje van. Hogyha az ige elég mélyen beléd megy, akkor eredményeket fog produkálni. Azt mondja a Biblia, amikor a sűrű felegek megtelnek, esőt adnak a földre. Nem azt mondja, hogyha sűrű felegek megtelnek, majd próbálnak esőt adni, hanem esőt adnak a földre. Ezékiel 36, menjünk ide. Ezékiel könyve. Szeretném, hogyha felismernél valami gyönyörűt. 26-os verstől fogjuk olvasni. Ezik jel 36-26. Azt mondja, és adok néktek új szívet és új lelked. Ez profétikus, Jézus eljövetele előtt volt ez, ószövetségi ige, Isten szelleme által beszél, ami fog majd történni. A szellem eljöveteléről, az új teremtésről szól, nézd meg ezt. És adok nektek új szívet és új lelket, adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Látod ezt? Belétek adom az én szellememet, és ez azt fogja eredményezni, hogy az én parancsolataimban járjatok. Nem azt mondja, hogy majd belét helyezem a szellememet, és majd megpróbálod. Miért küzdködsz, mert még nem ismerted fel Istennek a szellemét a te életeden? Hogyha elmélkedsz Isten igényén, azt mondja, akkor ez cselekvése fog téged késztetni, hogyha Isten igényén elmélkedsz. Eképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz vala. Azt mondja az ige, a Krisztusnak beszéden lakozik ti bennetek gazdagon, gazdagon. A Szent Szellemről azt mondja, a szellememet adom belétek, hogy járjatok az én parancsolataimba. Tehát ezért nagyon fontos a Szent Szellem jelenlétet életetekben. Az igének a tanulmányozása az egyik rész, az elmélkedés egy másik rész, az elmélkedés töprengést jelent, fontolgatást. Töprengs Isten igéjén, 2 Korintus 3.18 azt mondja, hogy az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, ahogy elmélkedünk rajta Isten dicsőségén. Folyamatosan néznünk kell. Ez nem csak egy pillanat, hanem folyamatosan nézned kell. Folyamatosan nézned kell. Ezért mondja Jakab levele, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, nem lesz feledékeny hallgató hanem folyamatosan néz, folyamatosan nézi, folyamatosan nézi. Ez az elmélkedésről szól. Menjünk vissza a Józsói egyhez. Hogyha szeretnél bármiben sikeres lenni, amit teszel, mindig azt mondom magamról, én siker vagyok. Igen, és mindig sikeres leszek. Miért? Az ige miatt. Isten megmutatta, hogy hogy legyek sikeres, soha nem fogok elbukni, soha nem tudok elbukni. Érted ezt? És dicsőségről dicsőségre megyek előre, ez folyamatosan növekvő dicsőségnek nevezik.